sófárt Rosh Hashanakor, ugye a zsidó új év alkalmából harsan fel, és ugye ez egy kosszarból készült kürt, de szokták készíteni antilopból is, és ez lelkiismeret vizsgálatra ösztönzi a zsidókat, illetve felhívja a figyelmet a közelgő bűnbánó napokra. Ugye ezt a sófárt ugye két komoly eseményhez is lehet kötni, illetve emlékezünk rá, ugye a sófár emlékeztet az atyáink érdemeire, és elsősorban többek között ugye Ábrahám atyánk megpróbáltatására, mikor ugye fiát megkötözte, Izsákot próbálta volna feláldozni, az Istenbe vetett hite véget. És ugye csoda az volt, ugye, hogy ott termett egy kos, és az lett feláldozva. A másik pedig ugye a Szinái kihirdetés, a Tóra adás, illetve a Tóra kapás kapcsán volt, mikor a nép ugye nagyon örült, és ugye hangosan azt mondták, hogy nászév nismá, hogy először megcselekedjük, és utána meghallgatjuk. És ekkor nagyon nagy sófár harsona hangzott fel, és nagy dübörgés volt, és többek között erre emlékeztet a sófár, illetve Rosh Hashanakor, az fontos megemlíteni, ugye 100 hangot kell ugye hallani, és ugye ezek a hangok úgy néznek ki, hogy van a tökia, szefárdiul, áskenázó kiet, vagy tökio, az egy nagy hosszú hangot jelent, van a sövarim, sövorim, az egy 3 rövid hang, van a töruo, törua, az 9 még rövidebb, és van a tökia gödolá, tökia gödajló, az pedig egy nagyon hosszút jelent. És ugye ez megszólal a Rosh Hashanakor, és ugye a Rosh Hashanát követő 10 bűnbánó nap után Jom Kippurkor, az engesztelő nap alkalmával, ugye a 25 órás böjt, amikor nem lehet senni, annak a végén egy záró akkorként szintén megszólal a sófár. Ugye a sófárnak a formája az egy megtört és egy hajlott forma, ami arra céloz, hogy ugye térdet és fejet kell hajtanunk, és tisztelednünk kell, ugye a Hakados Baruch Hu, a Szent Áldásséka neve Isten előtt. Még annyit csak hozzáfűznék, hogy egyébként ugye ez riadóként is jelzett az emberek számára, nem csak ugye a bűnbánapok közelettére, hanem régebben évezredekkel ezelőtt, amikor bármilyen háború közeledett, vagy pedig kihirdette az újhold a Rosh Chodesh alkalmát, illetve szokás manapság az életmenetén, és illetve más jeles alkalmakkor megszólaltatni, akár a 48-as hősök alkalmával, ugye a hősök emlékére. Úgyhogy én ahány ilyen megemlékezésem vagy rendezvényem vagyok, én úgy gondolom, hogy kijár ilyen formában is, és szabad használni. Úgyhogy szólaljon most fel a sófár hangja a 6 millió áldozat emlékére, többek között a 600 000 meggyilkolt zsidó, cigány és mások emlékére, illetve többek között az embermentő áldozatok emlékére.